Sziasztok! Mivel ma is süt a nap, ezért ki kell használnom arra, hogy megcsináljam a következő videómat, mert a fogalmam sincs, mikor fog újra sütni, nagyon ritkán süt a nap, és hogyha sötét van, akkor képtelenség olyan videót csinálni, hogy lássatok is normálisan. És mielőtt valaki még megkérdezi hozzászólásban, az ott egy TRX, igen, a That's My TRX, mert hogy én szoktam TRX-ezni, és szoktam itthon is időnként TRX-ezni, úgyhogy az oda föl van lúgatva arra a korlátra, és még nem szoktam le. Szóval, a mai nap egy olyan témát szeretnék nektek felhozni, vagy olyan témáról szeretnék beszélni, ami szintén szerintem egy nagyon-nagyon égető dolog, és egy olyan téma, amiről nem sokat szoktunk beszélni. És mindjárt elmondom, hogy szerintem miért nem szoktunk erről beszélni. Azt tudom, hogy köztetek is többeket izgat, és többeket érdekel, és én már készítettem erről videót korábban, de most egy kicsit széles körülben szeretnék ezzel foglalkozni, és tulajdonképpen összefoglalni mindent, ami szerintem ezzel kapcsolatban fontos. Ez pedig, ahogy a címből is láttátok, a kiejtés, és a kiejtésnek a... Hogy is álljunk hozzá ehhez az angol kiejtéshez? Hát, ugye biztos ti is úgy vattok vele, hogy amilyen forrás néztek az interneten, vagy akit néztek, mindenkinek más véleménye van erről. Az angol tanulók körébe is, meg az angol tanítók körébe is, hogy most ez fontos, vagy nem fontos. Á, tök mindegy, csak értsenek meg. Azt hiszem, hogy ezt hallom én a legtöbben, hogy nem tök mindegy, csak értsenek meg. És akkor azért szeretnék most egy kicsit itt tiszta vizet önteni a pohárba, hogy mi az a kiejtés, mi az az akcentus, fontos, nem fontos, baja, hogyha van akcentusod, vagy törekedj arra, hogy ne legyen akcentusod, beszélj úgy, mint egy anyanyelvi, ne beszélj úgy, mint egy anyanyelvi, ez egyáltalán lényegtelen, úgy, ahogy van. Úgyhogy először is azt szeretném mondani, hogy nyugodtan írjátok le, hogy ti mit gondoltok, hogy nektek mi ezzel kapcsolatban tapasztalatotok, tehát, hogy elkezdtetek angol tanulni, és akkor az, akivel ti tanultatok, az foglalkozott az akcentussal? Foglalkozott a kiejtéssel? Nem az akcentussal, foglalkozott a kiejtéssel? És hogy foglalkozott vele? És milyen kiejtést tanultatok? Brit, amerikai, egyiket se. Mert hogy ez szerintem egy nagyon érdekes tényező. Tehát ugye mi magyarok vagyunk, a legtöbbünk azért Magyarországon kezdett el angol tanulni. És Magyarországon ugye nyilván könyvekből, meg mindenféle ilyen anyagokból tanulunk angolt, amik leggyakrabban egyébként vannak kifejezetten amerikai angol tanító könyvek, de leggyakrabban az alapstandard könyvek azok British English tanítanak, vagy esetleg kevert. Tehát azt sokan tudjátok, hogy az elfogadott standard kiejtésnek a két leggyakrabban tanított, vagy leggyakoribb csoportja az a brit és az amerikai kiejtés. És ugye erre a kettőre szoktunk általában így fókuszálni, és leggyakrabban meg ez a kettő keveredik, amikor valaki tanulja az angolt. Erről én már csináltam egy külön videót, ezt majd ide belinkelem nektek. Tehát amikor elkezdünk tanulni, akkor először ez olyan sokadrangúnak tűnik. Tehát, hogy éppen elég az, hogy az ember tanul egy másik nyelvet, a nyelvtant, a szavakat, mindenféle kifejezéseket, és akkor ez a dolog, ez a kiejtés, ez valahogy úgy nagyon háttérbe szorul. Szóval, hogyha magadtól, persze, hogyha hallgatsz YouTube videókat, nézel filmeket, akkor ragad rád egy csomó minden, de nagyon ritkán szokott azért ez tudatos lenni, vagy inkább azt mondom, hogy az esetek többségében ez nem nagyon tudatos. Szóval, hogy nem az van, hogy kezdőtől fogva valaki tudja, hogy én most brit akcentusa, és akkor ezt gyakorlom, és tudatosan, hanem leginkább ez olyan háttérbe szorul a nyelv többi készsége mellett, vagy mögött. Tehát, hogy pont ezért választottam ezt a témának, mert hogy én ezt nagyon, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. És az kétségtelen, hogy a nyelvnek, mint egésznek a kiejtés azért ez egy nagyon fontos része. Tehát ne vicceljetek, hát azért értjük meg egymást, mert helyesen ejtjük ki a szavakat, nem? Tehát, hogyha én nekem teljesen érthetetlen lenne a magyar kiejtésem, akkor nem értenétek meg. Tehát azért az biztos, hogy ennek van valamilyen jelentősége. És akkor a második dolog, amit szeretnék tisztázni, az az, hogy a jó kiejtés az nem azt jelenti, hogy valaki teljesen akcentus nélkül beszél. Tehát lehet jó kiejtéssel és akcentussal beszélni egy nyelvet. Oké? Tehát a kiejtés és az akcentus nem ugyanaz. Vannak átfedései, de ez a két dolog nem ugyanaz. Nekem van akcentusom, van még egy kis magyar akcentusom.
ami több dologból is ered, elsősorban arról, abból, hogy én amikor elkezdtem angolul tanulni, akkor én is így voltam vele, én British English tanultam, de mindig nekem ugye az amerikai tetszett, tehát hogy ezt a kettőt próbáltam saját magam fejleszteni, hol volt hozzá jó forrás, hol nem, és ezért egy csomó minden nem volt tökéletes, és ezt nekem tudatosan kellett utána helyre rakni. Tehát az első dolog az, hogy a kiejtés és az akcentus nem ugyanaz. A második dolog pedig az, hogy ha most megkérdezném tőletek, hogy most amikor itt tart a videó, akkor állítsátok meg, és leírjátok le nekem hozzászólásban, hogy szerintetek mit jelent az, hogy kiejtés. Mi az, hogy kiejtés? Miből áll? Hogy mit akar ez? És akkor most el is mondom, hogy mit akar ez. Tehát, hogy az én tapasztalatom az, hogy a legtöbben valahogy úgy gondoljátok, hogy, vagy úgy gondoljuk, hogy a kiejtés az a hangok formálása, pont. És a hangok formálása az csak az egyik tényezője a kiejtésnek. Tehát sokkal több tényezője van. A kiejtés az több tényezőből áll, nem csak a hangok formálása. Az artikulációt, vagyis a hangok formálása, ez az egyik tényezője. Aztán a hangsúly, a szón belüli hangsúly, és a mondaton belüli hangsúly. Ezt ugye úgy mondjuk, hogy úgy is nevezzük, hogy intonáció, vagy intonation angolul. Aztán a szavaknak az összekapcsolása, és időnként még a mondatoknak is az összekapcsolása. Ezt ugye úgy képzeljétek el, is már beszéltem, hogy ha azt mondom, azt kérdezem tőled, hogy hogy vagy, akkor az úgy hangzik, hogy how are you? How are you? És nem how are you, hanem így összefolyik. Vagy ha azt mondom, hogy neked, akkor az valami ilyesmi, hogy for you. Tehát nem is for you, hanem mintha fear, vagy for lenne, for you. Tehát ezekre gondolok, hogy ezek a szavak, ezek összekapcsolódnak. Ezt linkingnek hívjuk angolul. És ugye természetesen ezeknek az összeadódásából alakul ki a kiejtés. És ahhoz, hogy a kiejtésed fejlődjön, ahhoz ezeket fejleszteni kell. Tehát nyilván létezik olyan dolog, hogy valakinek több érzéke van, jobb füle van, és simán attól, hogy hallja ezeket a dolgokat, egy csomó minden ráragad, és el tudja sajátítani. Én is megtanultam egy csomó mindent, egyszerűen csak így hallás után utánozva, de azért, mivel a mi beszédünk, tehát a mi nyelvünk az teljesen más hangokból áll. Ezért, hogyha ezt nem fejlesztjük tudatosan, akkor ritka esetben fog ez így magától tökéletesedni mindenféle beletett energia nélkül. Tehát rövidre fogva a kiejtést, ugyanúgy, mint a nyelvnek az összes többi részét, tudatosan kell fejleszteni. És akkor most itt elmondanám azt, hogy szerintem mi a jó kiejtésnek a célja. Mert szeretnék egy ilyen félreértést elosztatni. Az pedig az, hogy nem az a célja a jó kiejtésnek, hogy te akcentusmentes legyél, vagy tökéletes legyél, vagy úgy hangozzál, mintha te ott születtél volna a nyelvterületen. Egyrészt azért, mert erre nagyon kicsi esély van, hogyha nem vagy már nagyon-nagyon fiatal, tehát olyan 12 év alatt, akkor erre nagyon kicsi az esélyed. Másrészt azért, mert igazából ez nem is olyan fontos, ez nem igazán fontos. Ami viszont fontos, az az, hogy érthetően, tisztán és magabiztosan tudjál beszélni. Tehát érthetően, másik megértsen, tisztán és világosan, hogy ne kelljen visszakérdezni sokszor, és magabiztosan, ami ebből a kettőből következik, mert hogyha téged értenek, és nem kérdezgetnek mindig vissza, akkor magabiztosabb leszel. De ez így logikus. Tehát ez alkotja a célt. ezért szeretnénk jó kiejtéssel beszélni. Úgy érzem, hogy a magyarok közül nagyon sokan vagyunk olyanok, akik egyszerűen azt mondjuk, hogy ez nekem derogált, tehát én nem fogok ezzel foglalkozni, ezzel a kiejtéssel, és akkor így úgy érzem, hogy összemosódik ez a dolog, tehát hogy miért ne foglalkoznál a kiejtéssel? Hát az a célja a jó kiejtésnek, hogy téged jól megértsenek, akkor miért gondolod azt, hogy ezzel nem akarsz foglalkozni, hogy ne értsenek meg jól dacból? Nem. Szerintem a kiejtés az 100%-osan fejleszthető. Nem mindenkinek egyformán könnyű, ez tény, de az, hogy fejleszthető, az is tény. És éppen ezért szerintem mindenképpen fejleszteni is kell.
És akkor most elmondom nektek azokat a nézőpontokat, azokat a szempontokat, amit szerintem meg kell tennetek, vagy meg tudtok tenni azért, hogy fejlődjön a kiejtésetek. És lehet, hogy ezek között lesznek kicsit meglepőbb dolgok is. Tehát, ahogy mondtam, hogy először is ugye meg kell értenünk, hogy pontosan mit jelent az, hogy jó kiejtés. Mert hogy az akcentus az annyiban különbözik a rossz kiejtéstől, hogy az akcentus a te saját anyanyelvednek, az anyanyelvi kiejtésednek a lenyomata azon a másik nyelven, amit tanulsz. Tehát például a kokáért, ugye próbálok mondani ilyen egyszerű példákat, hogy mi inkább előformáljuk mondjuk a magánhangzókat. Ez olyasmi, ami nálam is még így érzékelhető, és például az amerikai angolban itt szélesebben hátrébb formálódnak a magánhangzók, és ezért, hogyha egy magyar anyanyelvű beszél angolul, akkor ezt lehet hallani, hogy máshogy hangzik. És ez például egy az akcentusnak az egyik jele. Vagy hogyha mondjuk mi a TH-t ilyen S-szerűnek ejtjük, ugye az is a magyar nyelvre jellemző dolog. Tehát az akcentusod az a saját anyanyelvednek a lenyomata egy másik nyelven, amit tanulsz. Tehát, hogy lehet érzékelni a másik nyelven azt, hogy neked ez nem az anyanyelved, mert hogy annak a hatása van a te kiejtéseden, a hangformálásodon, a nyomatékodon, az intonációdon, a hangsúlyodon. Tehát, hogy például ugye elképzeltek egy indiai anyanyelvű, mondjuk hindi vagy szindi anyanyelvű embert, aki megtanul angolul, ezt biztos, hogy hallottatok már, hogy ugye ezzel az indiai éneklő intonációval beszéli az angolt, ami eléggé nehezen érthetővé teszi még akkor is, hogyha egyébként a hangformálása elég jó. Tehát ez egy jó példára, hogy megértsétek, hogy milyen több dologból áll a jó kiejtés, és hogy milyen fontos mindegyikre odafigyelni. A jó kiejtés pedig ugye abból áll, hogy ezeket a tényezőket, amit az elején felsoroltam, ezeket mind megpróbáljuk hozzá hasonlóvá tenni a megfelelő az anyanyelvi kiejtéshez. Hasonlóvá. Tehát nem azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lennie, hanem azt jelenti, hogy érthetőnek kell lennie. És ugyanúgy, ahogy ugye ezeket lebontottuk, ugye a lebontás alapján meg is lehet őket tanulni. Tehát az első lépés tehát ahhoz. Mi az első lépés ahhoz, hogy te fejleszd a kiejtésedet? Az első lépés az az, hogy a hallgatásodat kell fejleszteni, hiszen anélkül, hogyha hallanád, hogy mi a különbség mondjuk a között, ahogy te beszélsz, és ahogy egy anyanyelvi beszél, akkor hogy tudnád fejleszteni? Tehát először a hallgatási készségedet kell fejleszteni, ezt pedig tudatosan is érdemes, tehát ugye nagyon sok mindent kell hallgatni, és hallgatás szövegértés gyakorlatokat érdemes csinálni. Mondok egy egyszerű példát a hallgatás szövegértésre. Van az angolban egy olyan kiejtésbeli jelenség, amit úgy hívunk, hogy minimal pairs. Ez pedig azok a szavak, ahol csak egy hang különbözik a két szó között. Hang, itt most nem betűről beszélek, hangokról beszélek. Tehát például egy ilyen közismert példa az a beach és a bitch. Ugye a beach az egy hosszú i hang, a bitch meg egy rövid i hang. Hogyha ezt a kettőt összekeverem, akkor az egy eléggé gáz szituációt tud okozni. Jó, lehet, hogy megértenek, lehet, hogy nem. De azért, hogyha azt akarod mondani, hogy I went to the beach, és helyette azt mondod, hogy I went to the bitch, akkor ez annyira nem jó. Tehát, hogy értitek, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet ezekre a füledet így kiélesíteni, hogy meghalt. Tehát az első lépés az, hogy te meghalljad egyáltalán a kiejtésbeli különbségeket, ami lehet, hogy elsőre neked annyira nem is tűnik föl. És minél többet gyakorlod, annál jobban feltűnnek majd ezek a különbségek. A második dolog ahhoz, hogy hogyan lehet a kiejtésedet fejleszteni, az az, hogy felfedezzük azt, hogy a hangoknak a kiejtése, az ugye a szájmozgásból, meg a nyelvmozgásból tevődik össze. Tehát amikor egy szót kimondok, akkor ugye a számmal és a nyelvemmel hozom létre, tehát azoknak a mozgásával hozom létre ezt a hangot. És hogyha például szeretnéd megtanulni a TH hangnak a zöngétlen kiejtését, a think, akkor ugye ahhoz meg kell tanulod azt, hogy hova rakod a nyelvedet a szádban, és hogyan
formálod az ajkaddal a hangot, és hogyan jön ki a hang. Tehát ezért ugye ahhoz, hogy a sing-ből, ami a az S betű, magyarul S betűvel mondtam ki ezt a T-t, abból think legyen, ahhoz meg kell tanulnod azt, hogy ezt a hangot hogyan képezzük. És ehhez ugye hallgatnod kell, és a szájmozgást figyelni. Tehát értitek, hogy ezeknek a hangoknak a kiejtése, ez lebontható nyelv és szájmozgásra, tehát fejleszthető. És meg fogjátok találni az én kedvenc linkjeimet itt a videó alatt, amivel igazából olyan eredményeket lehet elérni, tőle elképesztő gyorsan lehet a kiejtésben fejlődni. Aztán a harmadik dolog az az, hogy a szavakat szótagokra le kell bontani ahhoz, hogy meg tud tanulni. Mert hogy ugye, és erről majd mindjárt szó lesz, a nyomatékot is meg kell tanulni, hogy hova kerül a hangsúly a szóban. És akkor ide eljutottam a következő ponthoz, ami azt hiszem a negyedik, hogy meg kell tanulni, hogy hova kerül a szóban a nyomaték. És akkor itt szeretnék egy ilyen személyes tippet is megosztani. Én azt vettem észre az elmúlt évek alatt a saját diákeimnál, hogy az első és legnagyobb baj a kiejtés gyakorlásában az, hogy amikor ki kell ejteni egy szót, amikor ezt gyakorolni szeretnénk, akkor megijedünk, és benszorul a levegő. Tehát az, hogy ki tudjál valamit mondani, főleg, hogyha egyedül gyakorolsz, akkor először vegyél egy nagy levegőt. Tehát ez az én tanácsom, jó? Tehát vegyél egy nagy levegőt. Levegő, pronunciation. Persze miután részletekből összeraktuk a szót. Tehát a szóban belül is van egy hangsúly. Valamelyik szótagot meg fogod nyomni. Ha a rossz szótagot nyomod meg, akkor nagyon nehezen leszel érthető, és nagyon nehéz kimondani a szót. Hogyha pronunciation-t nem legyen egy másik szó, mondjuk azt mondom, hogy interesting. Ugye ennek az elején van a hangsúly. Azt mondom, hogy exciting, akkor ugye nem az exciting-on volt a hangsúly, hanem exciting. Tehát a második szótagon volt a hangsúly. Ahhoz, hogy ez a kiejtésed az helyes legyen, és jól érthető legyél, és tisztán érthető legyél, ahhoz meg kell tanulni, hogy hol van a szón belül a nyomaték. Tehát hova teszed a hangsúlyt. A hangsúly az azt jelenti, hogy azt kicsit hangosabban és erősebben mondjuk ki. Ez a magyar nyelven ugye általában a szó elején van a hangsúly. Tehát, hogyha kimondasz egy szót, akkor abban a szóban az egyik szótag egy kicsit hangosabban, egy kicsit erősebben fog kijönni, és oda kerül majd a nyomaték, és ettől a szónak meg lesz a megfelelő hangsúlya, a szón belüli hangsúlya. Aztán, nagyon fontos az, és erről már nagyon sokat beszéltem, hogy ha elkezdesz angolul tanulni, és szeretnéd azt, hogy a kiejtésed is jó legyen, akkor tényleg érdemes egy kiejtés mintát választani. Tehát, ugye, ahogy mondtam, a két legnagyobb és a két leggyakoribb az a brit és az amerikai. Ez az általános brit és az általános amerikai kiejtésről beszélek. És ahhoz, hogy tényleg a kiejtésedet könnyebb legyen fejleszteni, ki kell választanod egy kiejtés mintát és azt tanulni, mert nagyon sokszor a kiejtésben nagy eltérések vannak, és neked sokkal könnyebb dolgod lesz, hogyha az egyiket követed. Főleg, hogyha ezt esetleg nyelvterületen akarod használni, akkor nyilván annak a nyelvterületnek a kiejtés mintáját érdemes követni. Több helyen beszélnek a világon angolul, de ez a két legnagyobb kiejtés minta az amerikai és a brit. Most a gyakorlatban a kiejtésnek a fejlesztéséhez kellenek olyan dolgok, amikkel így meg kell barátkozni, és két fontosat fogok mondani. Az egyik, mind a kettőt említettem már, az egyik az, hogy eltúlozva kell ezeket gyakorolni. Tehát ahhoz, hogy valami így természetessé váljon és berögzüljön, ahhoz először eltúlozva kell gyakorolni. Minden többet gyakorod eltúlozva, annál könnyebb lesz és annál természetesebb lesz később. Ezek az intonáció, a kiejtés, ez a nyelvnek egy természetes része. És ezt is mondtam már, hogy nem akkor hangzol furcsán, hogyha megpróbálod a jó kiejtést elsajátítani, hanem akkor hangzol furcsán, ha nem próbálod meg. Tehát, hogyha valamilyen kifejezést tanulsz, akkor azt hangosan, tisztán, eltúlozva kell gyakorolni. Mondtam, visszatérek erre a szóra, erre a kiejtésre. Pronunciation. És addig mondani, amíg ezzel komfortos nem leszel.
És a másik dolog a gyakorlásban az, hogy érdemes magadat fölvenni. Tehát ugye a telefonodban mondjuk hangrögzítőre, vagy képpel is lehet, mert ugye a szájmozgásodat is látod. A tanulás során ugye a szájmozgást is figyeled, tehát hogyha ezek alapján, a videók alapján gyakorolsz, ahol kiejtést tanítanak, akkor ugye a szájmozgást is fogod utánozni. És akkor megnézed, visszanézed magad, visszahallgatod magad, és látod, hogy lehet, hogy a fejedben neked az jól hangzik. Ez nagyon sokszor van, hogy magunknak így jól hangzunk, mert úgy szeretnénk, de valójában nem olyan. Akkor tudod azt igazítani, tehát utána tudsz ezen korrigálni. Először nagyon kellemetlen, amikor az ember ugye így fölveszi magát, főleg idegen nyelven, de aztán ehhez hozzá lehet szokni. És ez is egy nagyon jó tipp arra, ami csak most jutott eszembe, hogy nagyon sokan küzdenek azzal a problémával, hogy amikor megszólalnak egy idegen nyelven, mondjuk angolul, akkor egy oktávval magasabban kezdenek beszélni, vagy egyáltalán más hangszínen. Higher pitch, mondjuk angolul. Tehát, hogy ez ugye a zavarnak a része is, meg az is, hogy ez egy nem természetes szituáció először, és ezért ilyen más hangszínen kezdünk el beszélni, és ez szerintem jó már így az elején a helyére rakni, mert aztán igazából ugye, ha te szeretnél ezen a nyelven beszélni jól, akkor ezt azért a saját természetes hangszíneden szeretnéd tenni, tehát én is nem akarok hangszínt váltani, amikor a nyelvek között váltogatok, és én sokat váltogatok. Tehát amikor fölveszed magad, akkor ez egy nagyon jó technika arra, hogy ezt észrevedd és korrigáld. És egy következő technika arra, hogy a gyakorlatban hogyan tudsz még a kiejtéseden fejleszteni, ez nem annyira fájdalmas, mint az előző kettő, az, hogy amit hallasz, azt írd le fonetikusan. És akkor itt jön igazából itt ugrik a majom a vízbe, mert hogy ez a fonetikus, ez nem azt fogja jelenteni, amit fonetikusnak gondoltok sajnos. Tehát magyar fonetikusan leírni nem haszontalan, de csomó veszélye van. És méghozzá az a bibi, hogy ha magyarul írod le fonetikusan az angol szavakat, akkor ugye a magyar hangokat fogod hozzá használni. Tehát, hogy a think helyett valószínűleg azt fogod írni, hogy sink. A sink az jelenti a mosogató medencét, meg azt, hogy süllyed a hajó. És te azt szeretnéd leírni, hogy think. Tehát ezt magyarul nem tudod leírni fonetikusan. Azt tudod csinálni, hogy angolul fonetikusan írod le. Ezt úgy tudod megtanulni, hogy a Google-nak van egy olyan eszköze, ezt is ajánlgattam már nektek, és hogyha szerintem, ha jót szeretnétek magatoknak tenni, akkor ezt az eszközt ezt használjátok. Az pedig az, hogy a Google keresőbe beírod, hogy how to say, vagy how to pronounce, beírod a szót, pronunciation, és ki fog jönni egy ikon, ahol a szájmozgásra is látod, és egy kiejtés fonetikusan, amit meg is tudsz hallgatni. Tehát angolul fonetikusan lesz leírva a szó. Ezt próbáljátok ki, és jelezzetek vissza nekem, hogy ez mennyire működik, és mennyire szimpatikus. Nem is kell mondanom, hogy nekem ez elképesztően szimpatikus, tehát szerintem ez egy ilyen hatalmas segítség, mert itt igazából még szótárt sem kell megnézned, még online szótárt sem kell megnézned, csak és kizárólag a kiejtés és a fonetikus kiejtésnek a leírása fogod szerepelni, és így meg tudod tanulni azt, hogy tudod így fonetikusan leírni a szavakat, és nem magyarul fonetikusan. És akkor hát utolsó tanácsként fogom ugye a legegyértelműbb dolgot mondani, próbálj meg beszélni annyit, amennyit tudsz. Tudom, hogy ha effektíve nem olyan környezetben vagy, és nem vagy rákényszerítve, akkor talán ez a legnehezebb dolog, de attól függetlenül az ember tud magához, tehát hogy fölveszi magát, olvas föl dolgokat, fölolvas hangosan magadnak. Ez mind időbefektetés, és mind nagyon jól megtérül. Tehát, hogyha jó technikával tanulsz, és dinamikusan, akkor sokkal rövidebb idő alatt, és sokkal kevesebb kínnal fogsz eljutni a célodhoz, mint hogyha rossz technikával és hosszadalmasan tanulsz. És tulajdonképpen ez lenne, mert ugye erről, hogy sokat gyakorolj, ezért már erről már rengeteg videót csináltam, úgyhogy erre most nem fogok külön kitérni, hanem azt szeretném mondani, hogy én erről a témáról, arról, hogy hogyan kommunikálj magabiztosan angolul, és ennek egyik részeként a kiejtésről, írtam egy
e-könyvet, tehát összeraktam nektek egy ilyen e-bookot, egy e-könyvet, amit a weboldalamról ingyenesen le tudtok tölteni, ha még nem tettétek meg. Úgyhogy, ha úgy érzed, hogy neked erre szükséged van, és te szeretnél tényleg azért egy szintet ugrani, és jó kiejtéssel beszélni angolul, nem akcentus mentesen, hanem jó kiejtéssel, akkor ez sokat fog neked segíteni. Aztán ezeket a linkeket, amivel gyakorolni tudtok, majd elhelyezem ide a videó alá, illetve megtaláljátok majd a zárt Facebook csoportomnak a linkjét is, amihez csatlakozva ugye az én segítségemmel tudtok gyakorolni, illetve egymást is tudjátok segíteni. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha úgy érzitek, ha úgy érzed, hogy ez a videó ez segített neked, mondott valami újat, vagy mondott valami érdekeset, akkor kérlek, hogy ezt egy lájkkal jelezd nekem. Ha még nem iratkoztál fel, akkor mindenképpen tedd meg, sőt, nyomd meg a csengő gombot, mert anélkül nem fogsz értesítést kapni az új videókról. És mit mondjak még, vigyázzatok magatokra, legközelebb találkozunk. Sziasztok!